Na és a mai adásban beüzemeljük a kis hétvégi vityilónkat, főleg azért, mert végre szép az idő, és eszünk egy marhajó marhát. De nem ám akármilyet. Szóval tavaly körülbelül pont egy évvel ezelőtt voltunk Robival a Baszkföldön, ahol megnéztünk egy rakás csodálatos dolgot, és eljutottunk a világ egyik legjobbjának értékelt éttermébe is, az Asador Echebariba. Ebben az étteremben mindent megrilleznek, de a lehető legfinomabb és legprecízebb technológiával, de nem azért, mert ezt valaki ilyen atomórával, meg patika mérlegen kiadagolta, hanem azért, mert ott van a csodálatos séf Bittor, aki kézben tartja a konyhát, és aki a szüleitől tanulta meg az ételnek a szeretetét, meg a kultúrájából szívta magába azt a sok információt, ami végül egy ilyen tányéron ölt testet. És Bittornak van egy rakás legendás étele, de ezek közül is kiemelkedik a marha, a steak, aminek a készítését megnézhettük élőben Robival, és éppen ezért el is tanulhattunk néhány olyan trükköt, amit eddig még nem annyira kamatoztattam a steak sütés közben, de úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy megnyissam a magyarországi Asador Echebarit. Ez így nyilvánvalóan nem igaz, de eljött az ideje annak, hogy lekoppintsak néhány trükköt, és hogy megnézem, hogy tudok-e én is olyan sztéket nem tudok készíteni, mint ő, de hogy tudok-e egy jó sztéket készíteni. És itt tényleg apróságokról van szó, részben tanulható apróságokról, például, hogy Bittor hosszabb ideig sütötte a marha egyik oldalát, mint a másik oldalt, pedig általában az a szabály, hogy mondjuk 2 percig az egyik oldalt, 2 percig a másik oldalt. Itt meg volt 4 perc egy oldal, 1 perc másik oldal, aztán pihentetés és készítés. Elestük azt is, hogy mikor szórta meg, és milyen sóval azt a hús. Ott lestük el azt a trükköt, hogy a sztéke mellé nem valami nehéz köret kell, hanem valami könnyű saláta. És persze, amit nem tudtunk ellesni, az, hogy ezek a percek neki nincsenek leírva, hanem folyamatosan nézegette az ételt, hogy szemrátétellel állapítsa meg, hogy mikor van az készen, de néztem, hogy melyik volt az a pillanat, amikor megfordította a húst, és most én is azt a pillanatot próbálom majd megkeresni. De azon kívül, hogy lemásoljuk a technológiát, nyilvánvalóan kell egy jó alapanyag is, és az a helyzet, hogy most lett. Szóval a csatornának már régóta partnere a Metro, és szóltak nekem, hogy van náluk egy rakás izgalmas steak, például írmarha, meg brazil ribeye, meg argentin marha, és persze, az nem jó, hogyha folyamatosan ilyen egzotikus marhákat eszünk, mert az nem annyira fenntartható, de évente egyszer azért ez bele tud férni. Szóval most kimegyünk az egyik áruházba, megkeressük a számunkra a legszimpatikusabb marha szeretet, majd ezzel felvértezve megérkezünk a nyaralóba, ahol megpróbáljuk elkészíteni a tökéleteshez közelítő sztéket. Gyertek! Ezt visszük 3 órára. Gyerekek, készen álltok? It's time to move on. Move on. To start all over again. I think it's time to pack my bags. Because I'm starting all over again. Sörpad? És én az, amit kérdezek, hogy van nem sörpad. Tudom. Várjunk csak, mit is akarunk? Mert kell steak. Meg valami zöldség. Ilyen paradicsomot lehet. Ne, figyelj, mi ez a mutatom? Ez mi? Mi ez? Most a szórakozol velem? Fejes saláta. Tényleg? És olyan kapható Magyarországon, vagy ez egy ilyen spéci baszk kaja? Kapható szíves. Fejes saláta? Igen. Az a feladatod, hogy te hozd ide nekem, jó? A de nem, mert pont azért kérek tőle segítséget, mert ezt nem fogom így megtalálni az életben. A steaket vállalom. Sajnos valaki nem lehet segíteni. Nem lesz meg. Úristen, de jól nézett ki. Ekkora alufólia. Lehet fegyvernek is használni. Bármit agyon tudok vele csapni. Egy alufólia gondolom még belefér. Minek, hogy csákot csináljunk belőle, és ne tudjanak olvasni a fejünkben? Az idegenek? Oh, hát ezt nem hiszem el! Ide akarlak elvinni téged, amióta megismertek 15 éve. A Camargue-be, ez egy ilyen mocsárvidék Franciaországban. Nem hoztad meg a kedvemet, úgyhogy nekem elég, hogyha... Ezt így megmutatom. Jó, de a mocsarat nem úgy kell elképzelni, hogy így mászkálsz a mocsárban, és elsüllyedsz, és meghalsz, mint a ló a végtelen történetben. Hanem, hogy ilyen gyönyörű sás, meg nádas, meg középkori városok, várfalakkal, és lehet köztük lovagolni. Úgyhogy megtanulunk lovagolni, és elmegyünk oda, addig megesszük a sót. Csillagom, ez befér a izénkbe, vagy le kell törjük? Hát ez jó kérdés, nem, befér ez. Ír, tomahawk, ez jól néz ki. Én tudom, hogy hivatalosan ilyen vastagnak kell lenni a steaknek, amit sütsz, de én nem merem ezt. Te szerinted ezt de vegyük? Ez kettőnek pont jó. Mekkora ez? 1,26 kg, abból lejön a csont. 40 dekra, akkor veszünk 8... egy ilyet? Akkor vegyük, ez jól néz ki. Jó. Tehát figyelj, ez sokkal vastagabb, mint a Bittoré, nem? A miénk? Igen. Igen, tehát ez egy vékony kis izé. Ez másfél centi, a miénk az 5. Akkor jó, megküldjük tűzzel. Ha meg nagyon nem megy, akkor legfeljebb berakjuk a mikróba egy 3 percre, nem? Te nem veszünk egy kis disznósajtot? Az mit tud elrontani egy jó kis disznósajt?
Ezt nézd, mit találtam! Vajat? Na jó, de milyen vajat? Camargue tengeri sós vaj. Salátát kéne találni. Ja, ez egy jégsaláta, de az is lehet, hogy ez volt. Ha. Amit láttál, vagy jégsaláta, vagy fejes saláta, de ettől vehetünk mind a kettőt. De ne vegyünk mind a kettőt, hanem azt vegyük, amelyik jó. Hát de... Mi volt? Ecetes volt? Ecetes hagymás talán. Szerintem... Én inkább ez. Ez nem jégsaláta. Fejes saláta. Igen. Hagymával, ecettel. Jó. És akkor így néz ki, amikor eljövünk egy sztékért, meg egy fejes salátáért? Hát én mondtam, hogy nem szabad a gyerekekkel együtt jönni. Meg veled. Ja, igen, akkor a gyerekek elkezdnek könyörögni a petrezselyelért, meg a húsleves kockáért. Sose felejtem el az arcukat, milyen boldogok voltak, amikor megvettük a salottahagymát. Na, még hogy nem fér be. Mindenhova befér, minden, csak jól kell pakolni. Jól néz ki a kert. Nem? Ez itt a kert. Ez még mindig a kert, és még mindig de jól néz ki. És azt ne felejtsük el, hogy ezt még Covid környékén raktam rendbe, mindenféle előírást nem betartva, azért, mert egyszerűen nem jött ki egy kertész, aki elvégezte volna azt a munkát, amivel szerettem volna megbízni, és azt nem mondom, hogy nem lehetne még sokkal szebb, de is éppen eléggé szép. Ott például homok volt, konkrétan egy homokozó. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok. Én nagyon elégedett vagyok magammal, Dóra, azt akartam neked mondani, hogy... Hát igen, van fű, hogy én ezt elvetettem, ezeket a magvakat, és mintegy kinőttek a földből, és tartják magukat. És azt mondja, 4 óra, 40 perc alatt kb. Fel is tölt. Szuper! Méghozzá ingyen, napról. És amit a legjobban várok, az a medvehagyma, ami rövidesen ki fog hajtani valahonnan innen. Ezt még tavaly előtt ősszel ültettem, tavaly már volt saját medvehagyma termésünk, és türelmetlenül várom, hogy megérkezzen idén is valamikor. Hát ilyen néhány héten belül már jön a medvehagyma, szóval, hogy nem sokára lesz medvehagymás pesztónk. De sok nyoma még nincsen. Medvehagyma! Te nem látom sehol a medvehagymát! Hol van a tulipánhagyma, amit hoztam neked Amsterdamból? Amikor Robival voltunk tavaly, nem is tudom, hogy mikor volt ez, tavaly ősszel Amsterdamban, akkor vettem egy csomó jó holland tulipánhagymát Dórának, és azt el kellett volna ültetnünk egyébként októberben. Viszek zebegénybe. Ha? A zebegényi házhoz. Tulipánhagymákat. Ez jó érett, látod? Ez meg van pörkölve. Aha. Van világos pörkölésű, és van érett pörkölésű. Akkor most vettél több fajtából? Nem, ez igazából, mit tudom én. Igen, azért nekem van egy olyan érzésem, hogy ez soha... Soha nem fog kékelni? Jó, de pedig a nyaralónkban, kis vityilóban, ott vannak ilyen hagymák, amik kikeltek. Uh-huh. Szóval crazy, but it's true. Bye. Csinálok vizet! Hát csak... Le kell menni oda, megnyitni az egészet. De ős ilyen bogarak másznak mindig elő. Meg csigák, sziasztok! Már vártatok? Én is olyan vártalak már titeket. Hát ez nem a legkellemesebb része, de valójában meg közben az, hiszen ez jelzi a tavaszt. Kicsit olyan, mint amikor Indiana Jonesnak be kellett nyúlni a falba, és onnan mindenféle férgek jöttek elő. Kész! Tóra! Eljött a legjobb rész, ne olvashatjuk a villanyórát! Hogyha ide mérsz rá? Na, 431 kWh pluszban vagyunk, drágám. Ami tök jó, ez azt jelenti, hogy itt vagyunk a tél végén, olyan nagyon sokat azért nem sütött a nap, de valamennyit sütött. A ház temperálása az folyamatos volt, és annyi pluszban vagyunk, hogy olyan 15-ször feltölthetjük a kis autót. Most tényleg nekem dobta egy labdát? 15-ször feltölthetjük a kis autót. Ami figyelembe véve, hogy egy feltöltésre megy olyan 200 km, 3000 km, el tudnánk jutni egészen, nem is tudom, Spanyolországig, és talán még vissza is, mondjuk Barcelonáig, nem tudom, mi mennyire van. Úgy mi van? Ugyanam visszajárunk tölteni. Úgyhogy mindig visszajövünk tölteni, az úgy nem annyira hatékony, igen. De hogy úgy elméletileg meg tudnánk ezt tenni. Na jó, víz van, áram van, süssünk. Hát készüljünk elő a sütéshez, azért az nem mi kihúzom, bedugom, aztán kész. Be se kell dugni. Szia, gyaraló! Ki evett itt szotyit? A gyerekeim. A gyerekeim, be se tették még a lábukat a házba. Kiviszem őszentségét. Hello! Gyere! És volt egy csomó kütyű a kezemben az elmúlt években, de továbbra is a gramofon mellett, a hordozható gramofon mellett az én kis barbecue-m az, ami a leginkább megmozgatott érzelmileg. Na gyere! Most már csak az a kérdés, hogy ezt össze kitakarítottam-e, vagy nem? Nem. Nem. Jaj, mindig elrontom.
Na de majd most? És Pittor Baszkföldön magának gyűjti be a fát a környező hegyekben, és abból készíti azt a szeret, amin aztán elkészül a hús, és én ezt hát nem tudtam vállalni, de állítólag a szén, amit beraktam, az... Tudtad, hogy ez a szereknek a királya vagy királynője? Amit lehet, én most megtettem, hogy valami olyasmit csináljunk, mint ami ott készült. Az, hogy végül mégsem olyan lesz, mint az Asador Echebariban, az innentől kezdve nem alapanyaghiba, hanem a képesség hiánya. Na, szemek királynője, most megkapod, ami jár. Na és most már csak várunk el egy 15 percet, hogy néhány 100 fokos legyen az a grill. Think it's time to pack my bags, because I'm starting all over again. Az a baj, hogy szóval, hogy mindegyik húshoz más a recept, és nekünk egy sokkal vékonyabb, nem tomahawkhoz szól a receptünk, szóval egy kicsit változtatni fogunk rajta. De alapvetően itt is ilyen 220-250 fokkal dolgozunk, és egy kicsit tovább fogom sütni az egyik oldalt, vagy sokkal tovább, mint a másikat. Bocsánat, igen? Só nem kell rá? Még nem. Na, az nagyon fontos, hogy a sót azt nem lehet rárakni előre, hanem azt vagy sütés előtt közvetlenül, vagy sütés közben is. Mi ezt a megoldást választjuk. Én ezt ráraktam. Majd egy kis sót azért kellett volna raknom már rá. Hát de most engem elbizonytalanítasz? Ne, de én is annyira bizonytalan vagyok. Úristen. Nem tudom, nem emlékszem Bittor minden egyes mozdulatára. Hú. Az éget hús szakadt. Azt már imádjuk. Igen. Jó, de a szenek királynője égeti a húsok királyát. A receptek nagyon szemetek ám, mert elmondanak egy nagyon fontos alapszabályt. Mégpedig az, hogyha ilyen félig átsültre akarjuk a steaket, akkor a maghőmérséklet, szóval a húsnak a közepe, az körülbelül 52-54 Celsius fok legyen. Ami egyrészt nagyon-nagyon jó szabály, másrészt meg azt is leírják ezek a receptek, hogy a húst azt pihentetni kell, hogy úgy a külső meleg az elérjen a belsejéhez. Azt hiszem nem mondják el, hogy a pihentetés után kell 52-54 fokosnak lenni a belsejének, ami azt jelenti, hogy a tűzről előbb le kell vennünk, amikor ilyen 48 Celsius fokos, és ezt most tényleg, ez valami világ összeesküvés lehet, hogy ezt az információt miért tartják vissza, de én most ezt megosztottam veletek. Jaj, de szép. Most letelt a 6 perc, vagy most csak... Dehogy telt, megmozgattam egy picit. És ez hol van a receptben, ez a nyitogassuk, mozgassuk? Bittor csinálta, Bittor mozgatta össze-vissza. Tehát, hogy ezt valójában érezni kell. Most megfordítom, ha olyan az alja, ami ennek néz. Tehát, hogy egy ilyen kicsit ilyen csoki barna volt Bittornál is, az megvan. Úgyhogy most az fog történni, hogy megsózom a tetejét jó vastagon. És most egy fordítás. De ez a csoki barna kifejezés? Hát, csoki barna. És most hány perc? 2. Na, hogy néz ki? Szerintem 17 fokos a belseje. Na jó. Na, kiúztam a cusznak a méregfogát, mert hogy beledugtam egy makhőmérőt. Na! És nem kell folyton nyitogatnom, hogy lássam, hogy mikor 48 fokos. Figyelj, szerinted a környéken tudják, hogy megjöttünk? Megvan. Elvileg megérkeztünk. Most mehet a mikróba. A lényeg az, hogy ilyenkor a sztéket egy kicsit egy néhány percet pihentetni kell. Nem tudom, hogy fedő kell-e rá. Tedd rá. Persze. Gondolkozzon el a... Ja. Az na most, ezzel, most akkor ezen gondolkozzál el, hogy legközelebb hogyan viselkedsz. Úgy terveztem, hogy ennyi. Ja, ennyi. Hogy egy kicsit rásütsz a... Igen, mert ez egy picit megsőztem már. Hát csak egy kicsi. Kösz. Hány fok? 55, 53. 53,3. És mennyinek kell lenni? 50, hát ilyen 52, 53, 54, 55 fokosnak, úgyhogy tökéletes. Átsült a zsír? Átsült a zsír. Na? A színhús, mert akkor azt kérem. Hát színhús, mit tudom én. Azt kérem én. Na? Igen? Finom. De? Kicsi sót még elbír. Jaj, ne. De nagyon finom. Nagyon jó? Nagyon. Fincsi, ugye? Nem tudok napirendre térni a föld, hogy mennyire jó az, amit csináltam. Na most megérkeztünk. És ezt is tavaly tanultam meg Baszkföldön, hogy lehet ezt tenni mindenféle nehéz körettel, például mac and cheese-zel, amivel az amerikaiak eszik, ami ugye makaróni sajttal, és az is tök jó. De hogy még jobb ilyen könnyű kis zöldségekkel lenni, és krumpli is nagyon kell hozzá, hogyha mindez ott van, mert hogy a steak az éppen elég nehéz önmagában is.
Ön is neked. Én is neked. Ott van! Ott van, most éreztem. A zsírnál ott van egy kis csokis melléki. Úristen, mit hoztatok? Mi van? Kész belőle? Igen. Jó? Na. Úristen! Behoztam egy ilyen serpenyőt is, hogy micsodát. De csillagom, ez most hogy történt? Beüzemeltük a boilert, és úgy látszik, hogy nem annyira vészel, tehát jó lesz a telep. Szóval egy kicsit ereszt, ami azért is nagyon-nagyon vicces, mert otthon a lakásunkban kb. Pont akkor lett cserélve a boiler, amikor itt. És az 2 hete ment tönkre. És én nem gondolom, hogy tervezett avulásról lehetne beszélni, de minden esetre 2 tök jó boiler megy tönkre, néhány hét különbséggel. 2 tök más helyszínen. Hmm? De most már rutinos boiler cserélők vagyunk. Szóval a következő, ami most jön, az már sokkal könnyebben fog menni, mint az előző. És miért ilyen koszos ez a víz? Hát azért, mert nem közvetlenül a boilerből van kivezetve egy cső, hanem eláztatta először az egész padlást, és az folyik le. Mi a mai adásunk tanulsága, mivel tudunk búcsúzni a nézőktől? Hát, hogy... Hajrá! Látom, hogy most ez egy kicsit lesokkolt téged. Csak azért nem örjönök, mert tényleg nagyon jó tettem. Na hát akkor... Ez a mai adásunk tanulsága, hogy együnk jót, és akkor nem vagyunk annyira dühösek, amikor szétmegy a boiler. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Közben egy kis helyesbítés, szóval, hogy nekiessem a boilernek, de ártatlanul, mert hogy nem a boilerrel van a baj, annak semmi baja nincsen, hanem az a kis cső, az repet ki. Egy ócska! Gumicső. De ezt legalább könnyű megoldani. Na, tényleg vége az adásnak. Sziasztok!